Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják. Én Vince Réka vagyok, mutatom, mivel készültünk. Energetikai fejlesztés Aparhanton. Napelemet és klímákat kapott a Felhőcske óvoda. Nagymányoki hétszínvirág. Legújabb textil munkáikban gyönyörködhetünk. Volt mezőgazdasági vállalkozó, most Tevel polgármestere. Bemutatjuk Fazekas Attillát. Kismányoki székelyporta, szertartás és kókonya szentelés. Aparhanton a Felhőcske óvoda napelemmel gazdagodott, és egy-egy hűtő-fűtő klímát is felszereltek a csoportszobákba. Az óvoda nagy múlttal rendelkezik, hiszen Dávid Tímea, Aparhant polgármestere is ide járt. Ő maga ismertette a benyújtott pályázat és az elvégzett munka részleteit. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézmény jóval gazdaságosabban tud majd működni. A mai napon egy közös munka sikerét ünnepelhetjük Aparhanton, mert az Aparhanti Német Nemzetiségi Önkormányzat és Aparhant Község Önkormányzata közösen újította fel az óvoda épületét. Napelem került rá, illetve két csoporttal működik az óvodánk, és a csoportszobákban egy-egy hűtő-fűtő klíma került beszerzésre. A Német Nemzetiségi Önkormányzata Betlen Gábor alapkezelő ZRT-hez benyújtott pályázatán nyert el 3 millió forintot, úgyhogy ennek a pályázatnak köszönhetően valósult meg a napelem elhelyezése, és a többihez pedig önkormányzati önerővel járult hozzá az önkormányzat. Nyilván ugye a rezsiköltségek eléggé megugrottak az utóbbi években, úgyhogy azért is örülünk ennek az energetikai fejlesztésnek, mert így akár a hűtő-fűtő klímákkal a téli időszakban rá tudunk segíteni a gázfűtésre, úgyhogy bízunk benne, hogy etére megtakarítást tudunk elérni, amit az óvoda más területén tudjuk hasznosítani. Jelenleg 30 fős az óvodánk, 5 dolgozó jár ide egyébként, és két csoporttal működik az óvoda, Aparhantról, Nagymányokról és Nagyvejkéről is járnak ide gyerekek. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője hangoztatta a projekt fontosságát, hiszen a magyar gyermekek oktatása az eljövendő idők kulcsa. Rájuk tudjuk építeni a jövőnket, és hogyha az ő nevelésüket, az ő oktatásukat támogatjuk, akkor gyakorlatilag ezzel a jövőben vetett hitünket erősítjük meg, egy olyan fejlesztést támogatunk, amivel a jövőt is tudjuk támogatni. 5 foglalkoznak itt a gyerekekkel, és igazából az intézménynek a fenntartása, bár önkormányzati, de azért a német nemzetiségi, hogy német önkormányzat is kiveszi ebből a részét, hiszen támogatta például ezt a pályázatot is. A megvalósulás, hogyha jól látom, összesen 5,5 millió forint volt. De hogyha az egész ciklust végignézzük, az 5 éves önkormányzati ciklust, csak a Magyar Falu programnak keretében az elnyert összegek 109.304.688 forint. A napelemeket egy szalagvágás keretében adták át. A rendezvény végén az óvodát is megtekintették a vendégek. A tapasztalatok alapján egy modern és gyermekbarát épületben folyhat tovább a kicsik nevelése a jövőben. Szebbnél szebb alkotásokban gyönyörködhetünk a Nagymányoki Közművelődési Központban. A helyi textil szakkör legújabb munkáit mutatták be. A Nagymányoki Hétszínvirág vezetője mesélt nekünk a kiállításról és közösségük tevékenységéről. A régi csoportból néhány tag, tehát azt lehet mondani, hogy velem együtt 7 vagyunk, mind a régi csoportnak a tagjai voltunk, és így próbálunk tagot toborozni, nem sok sikerrel, mert a fiatalság nem szeret varrogatni, bár most az egyik kis kolléganőm csatlakozott hozzánk, ő szeretne megtanulni varni, és hát most egy jó pár éve, minden évben van egy kiállításunk, egyéves munkánknak a gyümölcse, amit kiállítunk, és most második éve, hogy közös munkát is készítettünk, ez látható itt a hátam mögött a paravánon. Elég sziszifuszi munka volt, de minden percét élveztük, és jó közösen dolgozni, tehát egy közösség is. Szeretünk együtt lenni, beszélgetni, recepteket cserélünk közben, és jár a kezünk, és akkor így dolgozunk, és akkor az eredményt igyekszünk minden évben megmutatni. A kék és fehér apropója az, hogy Nagymányok ugye egy sváb település, és a sváboknak a kék festő
szerepel a táncos ruhájukban, tehát az életmódjukban, tehát a kékfestő függöny egy fehér csipkével, az egy nagymányuk és váb hagyomány tulajdonképpen, és ezt is szerettük volna egy picit megeleveníteni ezzel a munkánkkal. Ugye a Red Work helyett ez egy Blue Word, és hogy himeztünk is, és ez a jojó egy nagyon alap foltvarós technika. A tavalyi kiállításunk bevételéből mindenkinek vásároltunk egy úgynevezett jojó készítő eszközt, és ezzel egy picit gyorsabban és hatékonyabban tudtunk dolgozni, mert ugye rengeteg jojót, kb. 600 darab jojót vartunk meg így heten, és ez lett a végeredmény, és nagyon szerettük csinálni, és természetesen az idén is ezt a munkánkat a Művelődési Háznak ajánljuk föl, dekorációnak az egyik klubszobát fogja díszíteni. Pici közösség, és mi a magunk örömére, itt a településnek jótékonyságra is dolgozunk, tehát itt a településen több gyereknapra szoktunk készíteni ajándéktárgyakat. Most van ez a babalabdát varrunk, tehát aki a zászlót kiteteti a kisbabájának, annak megajándékozzuk egy babalabdával, kisfiúk kéket, kislányok rózsaszínt kapnak, virágokat szoktunk varni, rózsát, tulipánt, amit éppen kedvünk van, amit a kiállítók itt a műfázban a kiállítók kapnak ajándékba például. Rajzversenyekre szoktunk varogatni, könyvborítót, tehát amit kérnek tőlünk. Most például majd egy német tájház találkozó lesz pár hét múlva itt Nagymányokon, és nekik is most majd kékfestőanyagból illatpárnákat fogunk varni ajándéknak, úgyhogy többet szorgoskodunk úgy is, hogy a település javára és az egyesületeket segítve is munkálkodunk egy picit. Igen, ez ugye Amerikából indult, és a telepes feleségek az elnyűlt ruhanemük még használható részeit felhasználva kezdték el varogatni ugye a takarókat és a használati, leginkább takarókat. Ugye most ez átalakult, most már ugye azért itt, ha végignézünk, vagyunk egy páran, akik szeretünk tényleg a rongyos zsákból dolgozni, tehát újra hasznosítani. Nagyon sok farmert, nagyon sok inget hasznosítunk újra egyébként, és igyekszünk is ezt tartani, hogy például most a tombolatárgyaink között nagyon sok olyan szatyor készült, ami ugye nem nylon szatyor, hanem vidd magaddal és vásárolj, és mégis egy kézműves termék van a kezedben, és akkor nem kell a nylon szatyrot letépni a boltban, tehát ilyenekkel is foglalkozunk, és hát nyilván azok inganyagból, általunk készített festett anyagokból, úgyhogy igyekszünk azért újrahasznosítani is a dolgokat, nem mindig csak a szép új anyagokból, de ha megnézik itt a látogatók a munkáinkat, azért lehet látni, hogy mi az, ami szép új anyagból készült, és mi az, ami újrahasznosított. Nyilván nem lehet összehasonlítani a kettőnek a minőségét, de mind a kettőt örömmel csináljuk. A kiállítás az intézmény emeleti termében még 3 hétig tekinthető meg. Tevel a legszebb falu a világon. Erről és az életéről mesélt Fazekas Attila polgármester. Bonyhádon születtem. Mondhatjuk azt, hogy teljes gyökereim Tevelhez kötnek. Édesapám, édesanyám hadikfalvi székelyek, és a nagyszüleim által ugye Tevelre kerültünk. Innentől kezdve nekem a családom minden része szinte innen ide kötődik. Egy lánytestvérem van, és 3 gyermek édesapja vagyok. A nagyobbik fiam az első házasságomból 20 éves lesz idén szeptemberben. A másik házasságomból 2 kislányom van, egy 8 meg egy 7 éves kislány, úgyhogy mind a ketten ők is már iskolások, ügyesek, szépek, és hát mindenki Tevelen él, Tevelhez kötődik. Úgyhogy én ilyen lokál patrióta révén ide is építettem családi házat, és itt is terveztem már az életem elején is, hogy Tevelen fogok letelepedni, és Tevelen fogom élni az életemet. Itt jártam óvodába, itt jártam általános iskolába Tevelen, utána mezőgazdasági vonalon, mivel mindig is nagyon kötöttem a mezőgazdasághoz, a
Palánki Csapó Dániel szakközépiskolából és technikumból végeztem. Kaposvárra jelentkeztem szülői unszolásra az állattenyésztő mérnöki szakra, de hát igazándiból annyira nagy volt a vágyam, hogy dolgozhassam és a saját jövőmet építsem, illetve a vállalkozásomat próbáltam már akkoriban elindítani, úgyhogy másfél évet tudhattam magam után, és ott hagytam az iskolát. Nem voltak rossz eredményeim, főleg szakmai tantárgyakból, mivel én szakmai alapfokot ugye a Csapó Dánielben megszereztem, de hát nem kívántam tanulni. Most már utólagosan mondhatjuk azt, hogy persze igaza volt a szülőknek, hogy be kellett volna fejezni. A másik részét nézve nem biztos, hogy ezen a vonalon többet elértem volna a diplomámmal sem, mivel én a mezőgazdasági vonalon lettem vállalkozó. Szerencsés emberek közé tartozok, vagy vallom magam, mert a hobbim, a végzettségem meg a munkám az szinte mondhatjuk, hogy egybe esik, és ezért soha nem is éreztem fáradtságot, pedig azért ugye itt a mezőgazdaság, azon belül az állattenyésztés az január 1-től december 31-ig teljes embert igényel, és hát az első munkahelyem a Teveli Termelő Szövetkezet, majd később Teveli ZRT volt. Ott az első évem ilyen általános brigádvezetőként tevékenykedtem, ami betekintést tudtam nyerni, szőlészet, növénytermesztés, majd mikor a sertéstelepen a telepvezető nyugdíjba ment, akkor megbíztak ezzel a lehetőséggel, és mint sertés telepvezető voltam, egy 350 kocás telepnek a vezetését bízták rám, ezt végeztem itt a Teveli ZRT-ben. Nagy kihívás volt, és mivel szerettem csinálni, ezért teljes lelkesedéssel próbáltam is a munkámat, feladatomat ellátni. Ezzel párhuzamban, hát most mondhatjuk azt, hogy próbáltam ilyen kis malackupeckodásba kezdeni, hogy háztáiba fölvásároltam kis malacokat, mert akkor azért a falvakban több helyen tartottak sertést, és eladták a malacot. Voltak nagyobb gazdák, akik egyszerre 50-100 darab malacot vásároltak, azt hizlalták föl, és akkor nekik továbbadtam. És ez annyira kiforta magát, hogy ha nem volt annyi lehetőség összevásárolni malacot, hanem még nagyobb igény volt még több malacra. Na és akkor váltottam ki a mezőgazdasági vállalkozásomat. Építettem 98-ban egy saját istállót, ami itthon is egy kis családi viszály volt, mert édesapám azt mondta, hogy hát más elbontja az istállót, én megépítem, hogy hát ők más szemmel nézték ezt, meg a vállalkozást is, ugye, és hát hogy milyen jó a szövetkezetben, ott 10-én tartjuk a markunkat, kapjuk a fizetést, ez meg rizikos. Na megépült az istálló, hitelt kellett fölvennem rá, meg ugye annyi tőkém nem volt, meg volt egy kis pályázati forrás is, de itt saját istállomban 30 anyakocát tudtam tartani elsőre, és akkor annak a malacait még tudtam értékesíteni. Nagyon-nagyon jól pörgött akkor, tehát ez az élő állat, meg a sertés is jövedelmező volt, mivel hát ugye saját óra volt, saját munka, amit belefektettem, tehát a költségeket le lehetett minimalizálni, úgyhogy innen indult ki a vállalkozásnak az egész alapja, ami később ugye kinőtte magát, akkor Juhépusztán vásároltam meg a volt állami gazdaságnak a marhaistállóit, és akkor ott már ugye a vállalkozás formát ki kellett bővíteni, ott már akkor egy Kft. Alapult 2000-ben, és ott legelőször az anyagiak miatt bérhízlalást végeztem,
később ugye saját állomány lett, ott akkor 85 anyagot szám meg a szaporulata, de akkor már a kettő nem volt összeegyeztethető a munkámmal, és fölmondtam a Teveli ZRT-nél, és akkor teljesen önálló vállalkozásként ment tovább. Ezzel párhuzamosan ez a kis kupeckodás meg kinőtte magát, és elég komoly élő átkereskedelemmel vagy forgalommal rendelkező kereskedelmi cégen mi alakult a KFT. Több százmilliós forgalom volt minden évben, a legkiemelkedőbb az talán a 2009-ben volt, talán az majdnem elérte az 1 milliárd forintot. Ugye akkor rengeteg malacot exportáltunk Romániába, Ukrajnába, Magyarországon is több telepnek, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy heti egy vagy két kamion malac ment. A mai napig azt végzem, amit nagyon szeretek csinálni, akkor is azt végeztem, és nem éreztem munkának. Tehát ezáltal nem fáradtam el. Nekem, hogyha a 16 vagy 18 órát kellett dolgoznom is, azt nem éreztem, hogy ez nekem fárasztó dolog, mert imádtam csinálni. Jobba voltam, ha meg mai napig jobba vagyok a volt polgármester asszonnyal. Ő mondta, hogy nem fog indulni, és egy-két barátom megkérdezte, hogy hát most nekem nem lenne ez kedvem. Először picit úgy hezitáltam, gondolkoztam rajta, hogy azért ez is egy ilyen érdekes dolog, tehát ez nem egy konkrét szakma. Meg kell tanulni mindenképpen, azért egy pár év bele kell jönni, mert más a vállalkozás, még más a közigazgatás. És hát végül is így átgondolva itthon kikértem a család véleményét, mert ugye ez is egy picit olyan, mint a mezőgazdaság, hogy mindig kellek valahol. Én főleg ilyen kis településen, tehát nincsenek külön szakosodott segítői a polgármesternek, hanem mindenes is a polgármester. Így akkor a család is mikor rábólintotta, akkor indultam. Mivel nem égtem ki, és még sok feladat van a településen, és még rengeteg ötletem van, amin kellene még javítani, meg megvalósítani a településen, én úgy gondolom, hogy tetszik nagyon, és még szeretnék legalább 5 évet, mint polgármester tevékenykedni a településen, hogy szebbé, jobbá tudjuk tenni a kis környezetünket, illetve amit elkezdtem az 5 évben építeni, hogy azokat befejezni, hogy minél jobban megőrizzük a településünknek a fiataljait, az értékeit, és tovább tudjon Tevel fejlődni, tehát ne az legyen, hogy mint egy ilyen előregedő település, mint sok máshol, mondjuk leépüljön. Én el nem tudnám képzelni máshol az életemet. Sok helyen jártam már, nagyon sok szépet, jót láttam, és biztos, hogy mindenki a saját települését szereti a legjobban, legalábbis így magamból kiindulva. Én szebbet nem találok, mint Tevel. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ legszebb faluja a mi kis falunk. Úgy, mint a filmben. Nagyszombaton Jézus feltámadásának ünnepe alkalmából húsvéti vigília szertartás volt Nagymányokon. A Magyarok Nagyasszonya templomban a vigília szertartással és körmenettel kezdték meg Kismányokon a katolikus egyház legfontosabb ünnepét. Húsvétkor ünnepeljük Jézus Krisztusnak a feltámadását, ez a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe, amellyel egy időben véget is ér a nagybőjt.
évek óta mi bukovinai székelyek, nem csak a saját településünkön, hanem így a nagyszombati nagymise után, illetve a körmenet után itt Kismányokon is összegyűlünk, és megszenteltetjük a húsvéti ételeket. Öröm számomra az, hogy nem csak innen Kismányokról, hanem környező településekről is eljöttek a bukovinai székely köröknek a képviselői, azok az emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a húsvéti szokások mellett, a kereszténység megtartása mellett a régi hagyományaikat is tartsuk meg. A kismányoki székely porta udvarán kókonya szentelés következett. A régi bukovinai és keresztény szokások szerint a megszentelt étel legapróbb morzsái sem kerültek veszendőbe. Gyerekek voltunk, emlékszem, hogy a morzsákat össze kellett szedegetni, tehát nem volt, hogy elpocsékolni. És hát amit meg már ugye nem tudtunk, azt természetesen összesöpörték, és a baromfinak, tehát azoknak adták oda, hogy azok erősödjenek, jó sokat toljanak utána tojást. Tehát ez egyfajta tényleg megszentelt étel volt, és hát most ugye nálunk például mindegy gyerekkorom óta ugye a font kalács, meg a töltött káposzta, ugye hát az az ünnepi ebéd. De ott kint, Bukovinában akkor viszont tehát mindig azokat az ételeket fogyasztották, amit ugye megszenteltek, elhozták megszentelni, kokonya szentelésnek nevezzük, ugye, és így azt fogyasztották. Húsvéti időszakban is igaz, hogy ahány ház annyi szokás, illetve minden tájegységnek, népcsoportnak megvannak az ilyenkor megszokott hagyományaik. A tojásokat ugye Bukovinában előszeretettel írták, és ez ragaszkodtak, tehát nem is engedtek másfajta hasonló dolgok, hiszen ugye Erdélyben voltak, de mindenképpen ragaszkodtak ehhez a fajta íráshoz. Úgyhogy hát hála jó Istennek még vannak, akik csinálják, és ugye hát mit ábrázoltak általában, ugye a mindennapi azokat a szerszámokat, amit használták, azt a gerebjét, ugye ásókapa, meg hát persze voltak szívecskék, meg tért kalácsos, meg különböző motivumok, amiknek volt is értelme, és hát a piros ugye az egyértelműen Jézus vérét szimbolizálta, tehát a tojás ugye az a tulajdonképpen a szaporodás, az újraéledés, tehát ez egy szimbolikus ugyan, de örültek a gyerekek, amikor elmentek. Talán locsolás nem is volt annyira, inkább ajándékot így kaptak, de a locsolás az nem volt jellemző ott. De ugyanakkor, hogy már gyerekeket említem, de viszont volt például ott, hogy ugye, hogy Cibere Vajda konckirály, mikor kezdődött a bőjt, ugye akkor összeverekedtek, megharcoltak, és ugye konckirály lelett ugye ő a zsíros ételek, meg egyebeknek a szimbolikus megjelenítője, ugye azt legyőzte a Cibere Vajda. Cibere az egy ilyen bőti étel volt. Na most ilyenkor, húsvét ugye most eltelt a bőti időszak, akkor megint megharcoltak, és hát akkor most viszont ugye Cibere, illetve Koncz király lett a győztes, és így akkor most már lehet duskálni az ételben, lehet a zsíros ételeket fogyasztani. Tehát ilyen hasonló mondák, vagy ilyen gyerekeket, mert úgy el tudták bolondítani minket is itt, ugye még abban az időben szüleink. Ugyanúgy ugye például itt föl van állítva a cserkabala, a lábhinta, ez is csak húsvétkor volt felállítva egy hétig, és akkor utána pakolták el, és kész volt a játék, úgyhogy nem volt utána már ilyen játékban részünk, de ez mindig a húsvétnek az örömét adta. Most kaptam ezt a sógornőmtől, kaptam, de anyukám is például nagyon sokat, és ő nagyon szerette is csinálni, itt van még, hála Istennek még él, úgyhogy így azért átöröklődött ezek az értékek. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke elmondta, hogy mennyire fontos a hagyományaikat megélni és továbbadni. Ez a délután és este is erről szólt itt Kismányokon, ahová a környező településekről is sokan érkeztek. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!